A Koppenhága elleni EHF kupa visszavágó előtt is fontos feladat várt a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia együttesére, akik szerda este 6 órától a szintén nemzetközi kupa meccs előtt álló Debrecent fogadták a sportcsarnokban. A közelmúltban sok borsot törtek a mieink orra alá a vendégek, ám ezúttal abban bízott mindenki, hogy egy keménynek ígérkező mérkőzésen, de sikerül itthon tartani a győzelemért járó pontokat. Én nagyon örülök a győzelemnek, én is úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés volt, ez belül is. Úgy éreztem, hogy hamar elfáradtunk, és nehéz volt ezen a holtponton átesni. De utána a második fél időben tényleg összeszedtük magunkat, és a mindenek felett győzni akarásunk vitt előre. Ott összeállt a védekezésünk is, és a kapuba ugó nagyon sokat segített nekünk. Elől meg belőttük az ittszereinket, helyzeteinket. Úgy gondolom, hogy ez nekünk számunkra egy nagyon értékes 2 pont. A kezdés kicsit ijesztően alakult a hazaiak számára, mert a vendégek együttese egyből 2 gól előnyt szerzett, de az 5. percben egy egyenlítés után átvették a hazaiak a vezetést, amit kisebb-nagyobb különbségekkel a játék végéig tartani is tudtak. Ennek ellenére a mérkőzés első felén nem volt túl nagy iramú, hullámzó volt a dunaújvárosiak teljesítménye. Először is gratulálok a nyertes csapatnak, jobb formában vannak, jobb formában lévő játékosaik vannak. Nehéz helyzetben vagyunk, mert nehéz időszakot élünk, hiszen soka sérültünk. Sérült az elmúlt szezonban legjobbnak választott játékosunk is, de sajnos rajta kívül is akadnak hiányzóink. Ezért egy új helyzetben van a DVSC, amit nyilván igyekszünk minél jobban megoldani. Ma is megpróbálta a csapat kihozni magából a maximumot, de a Dunaújváros megérdemelten nyert. Főleg azért, mert a második félidőben ritmust tudtak váltani, és ezért fölénk tudtak kerekedni. A második félidő első percétől sokkal összeszedettebben és más mentalitással léptek pályára a Kohász lányai. Fontos kiemelni a hazaiak kapusát, Oguntoja Viktóriát, aki kiemelkedően védett. Szombaton játszottunk ugye Koppenhágában, vasárnap érkeztünk haza, hétfőn délután találkoztunk az edzésen, és azóta csak a Debrecennel foglalkoztunk. Igen, szűk és rövid volt az idő természetesen, hogy felkészüljünk a Debrecenből. Ezt így utólag tudom mondani, ugye, hogy ez sikeres volt, de nem hiszem, hogy ez alatt a 2 nap alatt bárki fejébe is most a koppenhágai mérkőzés forgott volna, vagy az ott történtek. Talán lelkileg és lélekbe erősödtünk és pozitívan jöttünk ki a vereség ellenére is, ugye, mert ott egy nagyon jó csapat ellen értük el ezt az egygólos vereséget. Az talán segített a csapaton, de nem foglalkoztunk vele. Innentől kezdve most ez a debreceni csata véget ért, innentől kezdve foglalkozunk a koppenhágai mérkőzéssel, teljes erőbedobással. A lányok következő mérkőzése az EHF kupabeli visszavágó Koppenhága ellen hazai pályán. A párharc szombaton 18 órakor kezdődik a Dunaújvárosi Sportcsarnokban.